Hamon munkatársaira és a közönségre, nézőkre. Nagy István az egyik kiállító borászat Cabernet Sauvignon borát próbálta ki. Ez különösen nagyon jó. Kértem egy olyan valami nem túl erőset, közepes bort, és ez tényleg olyan, de azért kicsit ütősnek tűnik, úgyhogy még egyelőre nem nagyon haladtam vele. Bóni László klasszikusokkal érkezett a fesztiválra, mint amilyen a Sauvignon Blanc. Egy fehér, picit félszáraz bor tulajdonképpen. Illatos, mivel a Sauvignonnak egy jellegzetes illata van, és egy rezisztens szőlőből készült, mivel már itt a világfajtáknál is megjelentek a rezisztens fajták, amik ellenállóak nagyrészt a szőlőbetegségekkel szemben. Jó palicson lenni, mert ünnepelni jöttünk össze. Ünnepeljük a vajdasági borokat, a népi hagyományainkat és kultúránkat, kezdte köszöntő beszédét a borfesztiválon Kern Imre Szabadka alpolgármestere. Bor összekapcsolódik a néptánccal, a népzenével, hiszen régen, amikor őseink énekeltek, muzsikáltak, vagy táncra perdültek, akkor előkerültek a boros üvegek, a poharak. A finom nedű hozzájárult a jó hangulathoz. Ezért tartom kiváló ötletnek, hogy a legnagyobb magyar, vajdasági magyar népzene és néptánc fesztivál kísérő rendezvényeként kerül megrendezésre a Bonum Vinum. A megnyitó közös kocintással zárult, aki pedig szeretne bort kóstolni, annak erre vasárnap még lesz lehetősége a Zenepavilon előtti téren.